Hétfőtől jön az enyhítés. Pest megyében jelentette be ma a délelőtt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Naponta több mint 50 adag ételt szállítanak ki a mezőőrök a Lövész utcai óvodából. Egyelőre nem lesz kerékpárút Cegléd és Csemő között. És június 15-éig várják a Mi Parkunk, Mi Kertünk rajzpályázatra az alkotásokat. Jó estét kívánok! Önök a Ceglédi Városi Televízió csütörtöki híradóját látják. Hétfőtől jön az enyhítés. Pest megyében jelentette be ma a délelőtt Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint május 18-ától Budapest kivételével mindenhol kinyithatnak a vendéglátóhelyek zárt helyiségei is. Játszóterek, parkok és a boltok egész nap nyitva lehetnek. Lehet egy gyerektáborokat tartani, de nem lehet ott aludni. Lagzit is tarthatunk június 1-től 200 főig, kivéve Budapesten. Az időseket védő időzóna továbbra is megmarad, és be kell tartani az előírásokat, így a megfelelő távolságot, a szájmaszk viselését. 12 órás kormányülést követően jelentette be Gulyás Gergely ma délelőtt, hogy enyhítenek a szabályokon. A miniszter úgy fogalmazott, hétfőtől Pest megyét vidéknek tekintik, így az ott érvényes előírások vonatkoznak a Pest megyeiekre, kivéve a fővárosiakat. Vagyis május 18-ától elhagyhatjuk Pest megyét, és több enyhítés is vonatkozik ránk. Hétfőtől egész nap nyitva lehetnek a boltok, mehetnek a gyerekek játszótérre, megnyitják a szabadtéri fitness parkokat is. A vendéglátóhelyek zárt helyiségei is megnyithatnak, a szállodák és panziók is fogadhatnak vendégeket. Lehet gyerektáborokat szervezni, de nem lehet ott aludni, mondta a miniszter, aki bejelentette azt is, június 1-től szabad lagzit tartani 200 főig, kivéve Budapesten. A közösségi érintkezés szabályait azonban továbbra is be kell tartani. A másfél méteres távolság, valamint a szájmaszk viselése továbbra is kötelező, és megmarad az időseket védő időzóna is 9 és 12 óra között. Az igazolt fertőzöttek száma 3380, erről már az országos tiszti főorvos beszélt a mai sajtótájékoztatón. Müller Cecília elmondta, újabb 6 idős beteg hunyt el, így 436-ra emelkedett a vírus halálos áldozatainak száma, viszont jó hír, hogy egyre több a gyógyult is, már több mint 1100-an egészségesen távoztak a kórházakból. A vírus terjedésének folyamatos csökkenése tapasztalható, de az óvintézkedések betartása továbbra is fontos, mondta a főorvos. Több mint 50 adag ebédet szállítanak ki a mezőőrök a Lövész utcai óvodából, azokhoz a családokhoz, akik egyébként is igényelték a közétkeztetést ebben az intézményben. A melegételt minden nap 11 és 13 óra között viszik házhoz. A mezőőrök ezt a feladatot napi teendőik mellett látják el. Több tucat melegételt hordtak ki ma is a Lövész utcai óvodából a mezőőrök. Az autóba gondosan bepakolták, hogy tovább szállítsák a családokhoz. Több más mellett így gondoskodik az önkormányzat továbbra is a veszélyhelyzet miatt bezárt önkormányzati fenntartású intézmények közétkeztetéséről, mondta Bónác Rudolf szolgálatvezető. Múlt hét végéig a Ceglédi Civil Összefogás önkéntesei segítkeztek a Lövész utcai óvodának a vonatkozásában, az ételek kihordásában az arra igénytartóknak. Ettől a héttől kezdve viszont a mezőőrök vették át ezt a feladatot, tehát munkaidejükbe a napi feladataikat, napi teendőik mellett ellátják ezt a feladatot is. Az ebédet minden hétköznap 11 és 13 óra között viszik házhoz. Több mint 50 adagot szállítanak ki nap mint nap. A mezőőrök természetesen nem csak ezt a feladatot látják el. Az önkormányzatnak feladata, hogy gondoskodjon a hatósági karanténban lévő személyekről, ezt a mezőőrökön keresztül valósítja meg, úgy értve, hogy a mezőőrök minden hatósági karanténban került személyt felkeresnek, és megkérdezik, hogy van-e ellátásra szükségük, tehát, hogy alapvető a szükség van rá, alapvető élelmiszereket megvásárolnak, illetve a gyógyszert kiváltják.
De az úgynevezett zöld számra érkező hívásokat is ők fogadják, bár jelenleg az a tapasztalat, hogy egyre kevesebben veszik igénybe ezt a lehetőséget. Továbbá az önkormányzatnak a feladata azoknak a 65 év feletti személyekről való gondoskodás, akik önként vállalták a karantént, és nincs a környezetükben olyan személy, aki tudna nekik segíteni a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. Ezt a segítséget úgy kiviteleztük, nevezzük úgy, hogy a zöld számra érkező bejelentések alapján a mezőrök kimentek, és felvették a listát, hogy kinek mire van szüksége, és bevásároltak, illetve a gyógyszert kiváltották, hogyha arra volt szükség. A feladatokat fennakadások nélkül sikerrel látják el, mondta Bónác Rudolf. Az élelmezés ellátásban pedig szorosan együttműködik a családsegítő szolgálat, a mezőőrség és a közterületfelügyelet. Egyelőre nem lesz kerékpárút Cegléd és Csemő között. A kormány a járványhelyzet miatt átcsoportosította az erre elkülönített forrást. A település polgármestere úgy fogalmazott, nem látja értelmét, hogy tüntessen, leveleket írjon. Egyelőre kivárja, mi lesz a következő lépés. Itt ér véget most a kerékpárút, és itt kezdődhetne majd a Ceglédet és Csemőt összekötő. Most azonban, annak ellenére, hogy Földi László országgyűlési képviselők közbenjárására 100 millió forinttal 2020-as központi költségvetésben címzetten és nevesítetten rögzítésre került a kerékpárút első ütemére, ez még nem valósulhat meg. Az erre szánt forrást a veszélyhelyzetre hivatkozással átcsoportosította a kormány. Kettő bajom van összesen. Az egyik az az, hogy semmit nem tartalmaz a levél arra vonatkozóan, hogy mi fog történni, mert azt megértjük, hogy veszélyhelyzetben minden forrásra, szabad forrásra szükség van. A másik egy picit szubjektívabb, hogy ugyanazon a napon megjelent egy csomó olyan más célú fejlesztés, és ebben sportcélokat, kórház alapítást külföldön lehetett olvasni, amely kapcsán különösen értetetlen volt, hogy pont a mi 100 millió forintunk kell a járvány elleni védekezésre. Más lehetőség nincs, mint várni, mondta a polgármester. Most arra vár, hogy megérkezzen egy újabb levél, ami tovább pontos és egyértelműsíti a helyzetet. Természetesen a döntésről, a levélről tájékoztatta Földi László országgyűlési képviselőt is. De ennél többet most nem kíván tenni, nem látja értelmét, fogalmazott dr. Lakos Roland. Nem látom most értelmét annak, hogy elkezdjek levelezni, főleg nem elkezdjek tüntetni Pesten bárhol, bármikor. Ki kell várnunk a járvány helyzet végét. A kerékpárút egyébként, hogyha egyszer valóban lesz rá forrás, Cegléd és Csemő között haladhatna. Cegléd irányából a Pipacs vendéglőig a bal oldalon, külön nyomvonalon, majd pedig onnan Csemőig az út mindkét szélén, kerékpársávként. Egy héttel a határidő előtt mintegy 3 millióan látogatták meg elektronikus ügyfélkapujukat, és 1 millióan jóvá is hagyták az adóbevallást. Azok is napokon belül megkapják a tervezetet, akik papír alapon kérték. Fontos tudni, hogy a veszélyhelyzet ellenére az 1+1%-ról az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően május 20-áig kell nyilatkozni. Bár mindenkinek a NAV készíti az adóbevallást, a hatóság 5,5 millió tervezetet küld ki elektronikusan vagy postai úton. Egyre többen vannak, akik ügyfélkapun keresztül érik el a tervezetet. A bevallás határideje május 20-a. A tapasztalat szerint már eddig is sokan megnézték a dokumentumot. Egy héttel korábban majdnem 3 millióan látogatták meg az ESZIA felületét, nézték meg a bevallási tervezetüket, és közülük körülbelül 1 millióan némi módosítással hagyták jóvá a dokumentumot. Évről évre nő az online bevallások száma, de persze akadnak szép számmal olyanok is, akik hagyományos módon, postai úton kérik a tervezetet. Azoknak, akik hagyományosan papír alapon szeretnék, nekik kitoltuk egy hónappal később lehetett, egy hónappal később így lehetett pontosan igényelni a bevallási tervezetüket. Ők most kapták meg, illetve kapják meg, nagyjából 500 000 vannak tervezetüket postán. Nekik is annyi az újítás, illetve annyi az egyszerűsítés, hogyha nem találnak eltérést a saját nyilvántartásukhoz képest, akkor nem kell sem aláírni, sem visszaküldeni, és semmit sem csinálni. Május 20-a után mindenkinek érvényes bevallása lesz.
A tervezetet csak azoknak kell korrigálni, akik abban eltérést találnak saját nyilvántartásukhoz képest. A több mint 5 millió adózó közül az őstermelőknek, az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésre kötelezetteknek viszont mindenképpen ki kell egészíteniük a bevallást, tette hozzá a NAV sajtóreferense. Salgó Attila arról is beszélt, az adóhatóság honlapján kis videókat tettek közzé, de egyéb módon is segítenek, ha kérdésünk lenne az adóbevallással kapcsolatban. Ha valaki inkább személyesen, illetve hangban szeretne segítséget kérni, a ingyenesen hívható a NAV 1819-es telefonszáma, és egyszer is tettük az úgynevezett PIN-kódos azonosító rendszer, tehát ez azt jelenti, hogy egy PIN-kód segítségével reggel 8-tól este délután 16 óráig lehet segítséget kérni, így olyan, mint hogyha bemennék az ügyfélszolgálatra, hisz az ügyintéző pontosan ugyanazt a bevallást látja, ami előttünk van, és tud segíteni, hogyha elakadtunk. Fontos tudni, hogy az 1+1%-okról is május 20-áig, azaz még egy hétig van lehetőségünk rendelkezni. A veszélyhelyzet miatt több könnyítést kapnak a cégek, erről is beszélt a szóvivő. A kis- és középvállalkozások 75 nap helyett 30, illetve akár 20 napon belül is visszakaphatják az áfát. A helyi adókat pedig elég szeptember 30-áig bevallani és befizetni. Nem kell letiltatni az elveszett bankkártyát, amennyiben azt korábban hozzárendeltük az érintésmentes fizetést biztosító telefonos applikációhoz. Az alkalmazás nem tárolja a kártya adatait, így ahhoz nem férhet hozzá idegen, akkor sem, ha a készüléket elveszítenénk. A bankkártyás fizetés az egyik legelterjedtebb fizetési mód. Azonban, ha elhagyjuk a plastikkártyát, azt azonnal le kell tiltatni a bankunknál, hiszen arról akár a szemmel leolvasható adatok is lehetőséget adnak a visszaélésre. A mobiltelefonokra telepíthető fizető applikáció esetén azonban nem kell félnünk, hogy hozzáférhetnek a folyószámlánkhoz, ha történetesen elvesztettük vagy ellopták a készülékünket. Amikor a bankkártyánkat több biztonsági lépés után egy digitális pénztárcához rendeljük, a kártyatársaságok a bankkártya adatait egyedi számsorral helyettesítik, amihez akkor sem férhet hozzá idegen, ha a telefonunk hozzákerült. Amennyiben jelezzük a banki ügyfélszolgálatnak, hogy a készülék elveszett, akkor azt azonnal ki tudják tiltani a rendszerből, és magát a felhasználót is törölni tudják. Június 15-éig várják a Mi Parkunk, Mi Kertünk rajzpályázatra óvodás és általános iskolás gyermekek jelentkezését. A pályázatot az önkormányzat és a Várvak Kft. A környezetszépítési program keretében hirdette meg. Óvodás és kisiskolás gyermekek alkotásait várja a Várvak Nonprofit Kft. A rajzpályázatot az önkormányzattal közösen hirdették meg a környezetszépítési program részeként. A verseny célja a korábbi évekhez hasonlóan, hogy a lakosság figyelmét az egyre szépülő zöld területek felé fordítsa, már kisgyermekkorban is. A rajzversenyre személyesen, illetve a Várvak és Cegléd honlapján található jelentkezési lappal lehet regisztrálni. A szervezők kérik, hogy az elkészült alkotásokat a kitöltött és aláírt jelentkezési lappal együtt előre egyeztetett időpontban várják az irodában. Az előtérben elhelyezett iratgyűjtőkben is leadhatják azokat időpont egyeztetés nélkül. A pályázat nyertesei értékes rajzeszközöket és könyveket kapnak. Lakossági megkeresésekre reagálva közleményt adott ki az önkormányzat az avarégetés szabályairól. Eszerint Cegléd belterületén a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok esetén egész évben hétfőn és pénteken 9 és 19 óra között, szombaton pedig 8 és 18 óra között engedélyezett. A közlemény részletesen elolvasható a cegléd.hu oldalon. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap jelentkezünk, viszontlátásra!